Sok étteremben már elpakolták az asztalokat és a tányérokat is. A következő időszakban úgyis biztos nem lesz rájuk szükség. Ugyanis múlt hét kettől minden étterem zárva van. A napi menü bajor káposzta, hagymás tört burgonyával, sert és sült el. Csak elvitelre vagy kiszállításra lehet ételt venni. Megmondom őszintén, hogy számítottunk már rá, a fertőzöttek számának emelkedését tekintve azért lehetett rá számítani, hogy lesznek szigorítások. Nagyon sajnáljuk, hogy az éttermeket ez megint érinti, vagy ilyen mértékben érinti, de ahogy tavasszal már átálltunk a kiszállításra, úgy most novemberben szintén azonnal visszaálltunk a kiszállításos üzemmódra. A vendégek az étteremből vagy elviszik, érte jönnek és elviszik az ételeket, vagy pedig a pincéreink házhoz szállítják nekik. Az általunk megkérdezett étteremben emiatt megváltoztatták az étlapot is a könnyebb kiszállítás miatt. Én úgy gondolom, hogy a vendégek azért van, aki óvatos, és már egyébként is elvitelre kérte az utóbbi időben a menüjét. Aki pedig minden nap szeret itt étkezni az étteremben, az nyilván nem örül az újabb intézkedéseknek, de nagyon együttműködőek és természetesen megértik. Elég sokan kérik ilyenkor házhoz szállítva az ételeket, úgyhogy mi nagyon bízunk benne, hogy nagy mértékű csökkenés a forgalomban nem lesz. És egyrészt ugye a kollégáink szájmaszkban dolgoznak a konyhán is, a kiszállításkor szájmaszk és gumikesztyű lesz a dolgozókon, valamint speciális csomagológéppel csomagoljuk az ételeket, nem sima elviteles dobozba tesszük bele, hanem egy géppel fóliát sütünk az edényre, így azt gondolom, hogy sokkal higiénikusabb. A csomagolás folyamat az pedig itt történik. Fóliázó géppel, és hermetikusan lezárjuk az ételt. Az étterem séfje mutatja a televízióknak, mindent elkövetnek, hogy a csomagolás során ne kerüljön vírus, illetve bármilyen szennyeződés az ételbe. Új étlapot is készítettek. Teljes mértékben egyszerűsítettük az étlapunkat is. Változni fog, a tálak változnak teljes mértékben, plusz kerül rá olyan, hogy csirkecomb, a levesek változnak, csőkös bableves, napi levesünk az minden nap ugye kiszállításra kerül a napi menü által. Teljes mértékben a sláger ételek közé tartoztak a tálak. Sültes tálak teljes mértékben azok, ami a favorit volt. A mi munkánk az annyiban változik, hogy ugye a más ételeket kell főznünk, meg viszont a csomagolás az, ami egy kicsit megnehezíti a munkánkat. Teljes mértékben a higiénikus, érintésmentes csomagolás fóliázógéppel fog történni.